Nagy volt a forgalom szombaton az iparcsatornán, az állatkert szomszédságában ugyanis ismét összegyűltek a horog virtuózok, hogy a húsvéti horgászversenyen pecázzanak egy jót. A Győr-Gyárvárosi és Elektromos Sporthorgász Egyesület 1926-ban alakult, az általuk szervezett ünnepi összecsapás pedig már 8 éves múltra tekint vissza. Ezúttal három kategóriában, felnőtt, női és gyermekcsoportban kötötték a zsineget a résztvevők, összesen 35-en. A verseny az iparcsatornán zajlik ilyenkor húsvét, ugye a húsvét nem mindig egyforma időpontra esik, tehát van, amikor több halat fognak, van, amikor kevesebbet. 5-én tettünk bele egy 5 mázsa pontyot, pontosan azért, hogy ezt a versenyt egy kicsit megpróbáljuk népszerűsíteni a megyében is, ne csak a horgász egyesületi tagok vegyenek részt rajta. A pecásoknak 3 órájuk volt arra, hogy minél több pikkelyest kifogjanak, majd az így összegyűlt mennyiséget mérlegelték le a bírók. Kapás persze volt bőven, kinek több, kinek kevesebb, de tulajdonképpen a hal nélkül maradt résztvevők is csak a horgászás élménye miatt érkeztek. A kifogott halakat ugyanis ezúttal senki nem vihette haza, a verseny végén minden uszonyost visszaengedtek a vízbe. A legsikeresebb horgásznak idén Meggyesi Attila bizonyult, aki a 35-ös darabszámmal mintegy 49 kilónyi halat fogott.